a segélyszolgálat. Értem, rendben. Vettem, vége. Mentőakció indul! Túl a kéklő távoli tengeren vár a parti város, jöjj velem. Víg kalanddal tölti napjait, a sok barát ki itt lakik. De vigyázz, kész a baj, ki tesz rendet hamar. Segít a két hős, itt a két hős. Nézd, a két hős itt jön már. Fiona, gyorsan oldd, ha ég a tűz. Pali fut, nyomoz, vagy tettest űz. De a varjú, hogyha erre jár, figyeld meg, biztos lesz akár. De veszélyben, bajban, segítség is van. Segít a két hős, itt a két hős. Nézd, a két hős itt jön már. A város hősei. A tengeri szörny. És ekkor találkoztam össze rőt szakállú kapitánnyal, aki egy kalóz volt, és nem rettent meg semmitől, még a nagymamám húsgombócától sem. Meséltem már arról az időről, amikor ellopott egy kincses ládát egy hatalmas tengeri szörnytől. Egy tengeri szörnytől? Ugyan mit kezd egy tengeri szörny egy kincses ládával? Hát, nem érted a lényeget. Midőn a szörny ráeszmélt, hogy becses kincsének nyoma veszett, felemelkedett a tenger mélyéről, és bosszút forralt. De rőt szakál addigra eltűnt. És a tengeri szörny rábukkant valaha a kapitányra? Nem, de egyesek még most is, 100 év múltán is hallani vélik a szörny fülsiketítő morgását, amint átszeli a hídtengert bosszúra éhesen. Ez aztán ijesztő történet, de ugye nem igaz. Én sohasem hazudok. Most partra, drága szárazföldi bestiák! Nekem sürgős dolgom van! Elijesztek pár pikkelyest innen! Gondolj bele, egy kalózkapitány átszeli a hét tengert, kincsekre vadászik, papagájokkal találkozik, és így tovább. Ez csodálatos! Nézzenek oda, ki van itt! Egész álló délután egyedül dolgozom. Egek, egész délután egyedül dolgoztál. Szóval akkor kész vagy! Hippi! Mi meg Fred kalóz történeteit hallgattuk. Milyen klassz lenne kalózkapitánynak állni. Igen! Hé, holnap öltözünk le kalóznak! Építhetnénk egy nagy kalózhajót! Természetesen én lennék a kapitány. Remekül hangzik, vészvonzó. Herr, neked vészvonzó kapitány! Most irány a szállás, szárazföldi bestia! Holnap kihajózunk! Hé, várjatok! Holnap? Semmi gond. Nos, úgy látom, holnap is egyedül dolgozom. Jaj, ne! Itt van a szörny! Mi volt ez? Segítség! A tengeri szörny! Micsoda álom! Nem csak képzelődtem, ez a tengeri szörny volt. Az éjjel megkóstolta a mólónkat. Szép reggelünk van. Jól aludtál, Fiona? Nagyon jól. Azt álmodtam, hogy megnyertem az ország legbátrabb tűzoltója címet. Hát, meg is érdemled. Én azt álmodtam, hogy óriási pillecukrot eszem, de mire felébredtem, eltűnt a párnám. Itt a segélyszolgálat. Ó, értem. Igen, vétel, vége. Figyelem, egy tengeri szörny tűnt fel a kikötőben. Micsoda?
Biztos, hogy ezt jól hallottad, Alice? Igen, egy tengeri szörny, széljáró Cindy roppant zaklatott volt. Jobb lesz, ha tüstént odamentek, hősök, itt az mentő idő! Mentőakció indul! Hé, hey, Cindy, minden rendben van. Mi ez a dolog a tengeri szörnyel? Ó, ez rettenetes. Egy gigászi ijesztő tengeri szörny itt járt a múlt éjjel. Biztos vagy benne, hogy nem csak álmodtad, Cindy? Először én is azt gondoltam. Tegnap Frednél hallottam néhány vad történetet. Azt hittem csupán a képzeletemű stréfát velem, de amikor felébredtem, megláttam ezt. Ó, meglehetősen nagy harapások. Bizony, ezek itt harapásnyomok. Sosem láttam ekkorát. Ez egy tengeri szörny lehetett. Valaki tengeri szörnyről beszél? Bizony, Fred. Rőtszakálú kapitány tengeri szörnye járt itt tegnap éjjel, a kincse után kutatva. Igen, ezek valódi szörnyharapások. Senki sem menekülhet a szörnyharagja elől. Jaj, ne! Nem is tudom, ez az egész olyan fura. Fiona és én kivizsgáljuk az ügyet, ti addig tartsátok szemmel a kikötőt. Nos, jól hangzik, de majd elfelejtettem, hogy még ki kell hajóznom. Oh, vagy fodrászhoz kell mennem. Viszlát! Jóságos lenkerék. Valóban léteznek tengeri szörnyek? Azt nem tudom, de úgy láttam, Fred nagyon biztos benne. Ó, remélem a tengeri szörnynek nincs ínyére a hidroplán vacsora. Lássuk csak, bohóc cipő, francia kulcs, porcelánváza, halas szendvics. Á, szóval ide tettem. Á, azok az emlékek. Aha, ez az. Aha, ez az a hegyke bajszát, az áldóját. Itt vakmerő varjú kapitány és hosszú orr Robi. És most megépítjük a kalózhajót. Á, varjú kapitány, fogjuk meg a fogóját és húzzuk meg a húzigáját. Wow, wow. Csak egy ártalmatlan sírály. Jól van. Lefelé, kispajtás. Ó, ez butaság. Nincs is. Ez meg mi volt? Maradjatok itt, már is kiderítem. Bátorság, Pali. Esküdtettél, hogy megvéded a várost. Az ijesztő tengeri szörnyektől is. Légy óvatos, Pali! Ez egy bálna! Nézzétek csak! Ez nem egy tengeri szörny, csak egy szegény, bánatos bálna. Egy bálna? Ó, hát persze, tudhattuk volna. Bár a hangja akár egy tengeri szörnyetegé. Mi lehet a baja? Fogalmam sincs. Mi a bajod, kicsi bálna? Megvan! Fáj a fogacskája. Úgy próbál megszabadulni tőle, hogy rágcsálja a cölöpöt. Ó, szegény bálnácska, segítenünk kell neki megszabadulni a rossz fogától. Nézzétek, Fred! Szólok neki! Ő biztos tudja, mit kell csinálni. Fred, gyere gyorsan! Megtaláltátok a tengeri szörnyet? Nem egészen. Ez aztán az ijesztő zászló, vakmerő varjú kapitány. Köszönöm hosszú, Robi. Ez lesz a világ legrémisztőbb kalózhajója, a legádázabb alsógatya zászlóval az árbócán. Akkor állítsuk is fel, és próbáljuk ki tüstént. Egy fogfájos bálna, mi? Én egész végig tudtam. Egy vén tengeri medve, mint én, egy perc alatt kihúz egy bálna fogat, rajta halacska, tárts ki a szád. Nem így, maradj ott, ne köves, különben nem húzom ki. Hogy boldogulsz, Fred? Ez a balga bálna nem marad egy helyben, de semmi baj, van még egy trükköm. Ezzel a sebességgel pillanatok alatt fog kipottyanni, és egy, kettő... Hé! Ez nem igaz, hogy a csodába segítsek rajtad, ha nem maradsz egy helyben. Vitorlát kibontani, teljes gőzzel előre! Ajjaj, kapitány, pusztító vihár közeleg. Kár! A petyes papagáját, hogy kell ezt megállítani? Kár! Én mondom, ez így nem megy. Bárcsak inkább tengeri szörny volna, azzal könnyen elbánni. Mi ez a hang? Vigyázzat, nem tudok megállni! Kár! Kár! Ha-ho! Hé!
Hol vagyok? Itt olyan büdé van, mint a sarki halpiacon. Álljon meg a menet! Engedj ki! Azt hiszem, találtam egy kincses ládát! Figyelem! Íme egy értékes... fog? Ugye, megmondtam! Csak egy vén tengeri medve képes erre. Vagy egy varjú. Szép volt, vészmonzó. Vakmerő varjú szolgálatára. Magyar hangok. Renát Zoltán, Szórádi Erika, Markovics Tamás, Szabó Zsejke, Gubányi György István, Harmat Imre. Magyar szöveg Udvaros Melinda. Gyártásvezető Bárány Judit, rendezőasszisztens Fülpesi Beáta és Zeffer Anita, szinkronrendező Talpas Iván. A szinkron a Jim Jam megbízásából a BTI stúdióban készült.